hogy megőrizzük testi-lelki egészségünket, tehát ugye nem elég csak magunkba roskadva ülni, hanem sokkal fontosabb az is, vagy sokkal fontos az is, hogy kicsit ki tudjunk tekinteni, és a fenntartható világra is tudjunk fókuszálni. Nagyon szépen köszönöm Nemes Gábor fenntarthatósági mentornak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Tehát már az, igen, tehát hogy az adásunk mielőtt még kezdődött volna, így mondta, hogy tegyük már kicsit így helyezzük képbe a nézőket, hogy mit jelent az, hogy fenntarthatósági mentor? Igen. Hát kezdjük a végén. A mentor. Jó, benne vagyok. A mentor vagy fenntarthatósági specialista az ebben a online-offline közösségben tulajdonképpen egy segítőt jelent, aki maga is folyamatosan tanul, de készen áll arra, hogy a fenntarthatóság iránt érdeklődőkkel közösen tanuljon, beszélgessen, adott esetben lehetőségeket vagy irányokat felmutasson. Ez tulajdonképpen a MindMate Inspirationnek egyik fő célja, és a fenntarthatósággal kapcsolatosan pedig hát nagyon izgalmas kérdéshez érkeztünk, mert nagyon sok definíció van ezzel kapcsolatban. Manapság inkább úgy kéne föltenni a kérdést, hogy fenntartható-e ez a mai fenntarthatatlanság? Vajon ez mennyi ideig? Ez nagyon jó. Igen. Tehát, hogy ja, ez abszolút teli találat, igen. Persze minden épésszel bíró ember azt fogja mondani, hogy hát nem, egyértelmű nem. Persze viszont nem tudunk tenni ez ellen. Tehát, mert ülünk ott, és hát jó, persze, nem fenntartható, de mit tudok én tenni? Azt gondolom, hogy rengeteg, rengeteg mindent lehet tenni. Az apró lépéseket a fenntarthatóság irányában, tehát egy irodai környezetben, egy lakásban, vagy otthonban, vagy egy konyhában, ezekről nagyon sokat lehet hallani. Tehát ennek az irodalma most már egészen komoly, energia például az egyik fontos kérdés, de közösen gondolkodni erről, és fejlődni ebben, megismerni adott esetben a világ gondolkodását, vagy a hazai ezzel kapcsolatos elképzeléseket és programokat, ez szerintem egy előrelépés lehet mindenki számára. Én ezzel nem fogok vitatkozni, tehát hogy rengeteg a szakirodalom. Viszont, és azt is abszolút elfogadom, hogy rengeteg jó irány van, rengeteg jó kezdeményezés van, és egyre többen mozdulnak meg. Viszont azt is látom, mondjuk, ha elmegyek egy gyors étterembe, és akkor úgy mondjuk egy gyors ebédet elfogyaszt az ember, akkor lenéz a tálcájára, és azt látja, hogy hát most nem igazán tettem a fenntarthatóságért. Hát én azt gondolom, hogy az már egy választás, hogy például hol étkezünk és mit étkezünk. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor több időnk van erre, vagy úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos dolog, hogy mit és hogyan és hol étkezünk, tehát hogyha ezt kiemelten kezeljük, akkor lehet, hogy több időt kellene rá szánnunk. Tehát... Hát, és erre mondjuk azt, hogy hát bármi van, de idő nincs. Igen. De közben viszont a másik oldalon meg ugyancsak elhangzik, hogy most már jóformán sok mindent megtettünk, de már arra sincs időnk, hogy javítsunk a globális helyzeten, mert hogy annyira túlmentünk. És ugye minden évben egyre közelebb van a január 1-hez, hogy mennyit hitelez nekünk a Föld. Tehát, hogy a rendelkezésre álló kapacitásokat mennyire gyorsan használjuk föl. Ez így van. Hát föl kell tenni tulajdonképpen a kérdést, és sokan föl is teszik, például a slow movement, akik azt mondják, hogy lassabban, tehát nem feltétlenül kell rohanni. Hova rohanunk? Ez jó. Igen. Ez egy nagyon jó kérdés, én azt gondolom. És ugye az érték alapján cselekszünk, azzal lábbal szavazunk, hogy hova megyünk, min veszünk részt, hol étkezünk, milyen programba, kikkel tanulunk közösen adott esetben. Tehát ezek mind fenntarthatósági szempontokat is igénybe vehetjük. Tehát, hogyha mondjuk nézzük ezt az egész összességet, mert hogy persze mondhatjuk, és ezt már mondtam az adásban, hogy tehát, hogy én kevés vagyok ahhoz, hogy változást tudjak elérni,
De hogyha nem is teszek semmit, akkor semmilyen hatást nem fog bennem sem kialakulni, vagy nem fog engem sem érni olyan hatás, ami mondjuk bennem is változásokat tudnának elindítani. Tehát, hogy a közösségért való munkálkodást, az hogyan kéne elkezdeni? Mert látom, azért hozott ön is azért egy pár olyan segédanyagot, amiről talán érdemes szót ejteni. Igen, hát a közösségért való munkálkodás az az egyén szintjén eléggé ismert. Ennek korábban nagyobb hagyománya volt talán, ugye a háború után nagyon sok pont szervezet. Pont ezt akartam kérdezni, hogy melyik, mert hogyha mondjuk megnézzük akár a kommunizmus alatt is, tehát ezért ott is voltak olyan munkalehetőségek, ami hát mondjuk nem volt annyira önkéntes, de azért mégiscsak a közösségért szólt. De a háború előtt azért az igen, máshogy volt a helyzet. Ezeknek hagyománya volt, és most én úgy látom, hogy ezzel az online világ megjelenésével, tehát rengeteg lehetőség is van ilyen közös munkálkodásban. Tehát ennek az árnyoldalait talán többször beszéljük át, vagy tapasztaljuk, de együttműködés. Tehát például a MindMate Inspiration közösség alapítóját én egy meetupon, egy találkozón ismertem meg, regisztráltam valahova, hiteles volt számomra, és ott onnantól kezdve dolgozunk együtt. Na akkor talán az elején kellett volna, ezt sajnos elmulasztottam, tehát hogy maga ezt a közösséget akkor definiáljuk. Tehát miről szól ez a MindMate? Az arról szól, hogy vannak olyan emberek, akik a munkahely, a család, a hivatáson kívül a közéletért is szeretnének tenni, vagy tesznek, és érdeklődnek, és egy kis időt félretesznek az idejükből, ugye ez a legdemokratikusabb 24 órája van önnek is, és nekem is a mai napon. Valóban így van, tehát, hogy tehát a rohanás egységesen van mindenkinek kioszva, tehát nincsenek igen. Itt. És úgy gondoljuk, hogy lehet hozzánk fordulni különböző témákban, pénzügyi, etikai, vagy vállalatfejlesztési, vagy fenntarthatósági témakörökben. Lehet írni, ami adott esetben megjelenik a honlapon, meg lehet osztani. Tehát ezeknek az új, relatíve új lehetőségekkel tudunk élni. De személyesen is találkozunk, sokat találkozunk, rendezvényeket szervezünk. Mindenképpen ez a 2020, ez egy érdekes változás éve, sok helyet lehet hallani. Mi is egy kicsit erre fókuszálunk, hogy mi az, amiben változni kellene, változtatni kellene. A 2020 kellene. Miért a változás, vagy miért lehetne a változás éve? Tehát, hát, hogy ha már a szilveszteri fogadalmakon túl. Igen. Hát ez egy izgalmas kérdés, hogy a szilveszteri fogadalmaknak már rég vége, de egy közösségnek, egy családnak, egy munkahelynek lehet, hogy vannak erre az évre céljai. Ugyanígy tulajdonképpen az emberiségnek is van célja, ezt így hívják, a fenntartható fejlődési célok, van belőlük 17, és pont 5 éve, 2015-ben adták ezt ki. Tehát 5 év után visszatekintünk, de ugyanúgy egy nagyon fontos esemény volt ebben az esztendőben, a pápai enciklika megjelenése, a Laudato Si. Tehát 5 év után érdemes egy pillanatra megpihenni, és górcső alá venni, hogy mi az, ami történt például a fenntartható fejlődési célok tekintetében, a világban és Magyarországon. Mert a magyar viszonylatban, ezt is elhoztam, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, az is már jó néhány éves, és most volt egy jelentése, hogy hogyan is állunk ezekben a kérdésekben Magyarországon. Én azt látom, és mondjuk ilyen szempontból jó látni, hogy ugye úgy is lehet fogalmazni, mert legalább a politika úgy fogalmazni, hogy mással voltak elfoglalva, de most már, hogy ez a fenntarthatósági kérdés, éppen így most, mintha megint beszivárogna, tehát a hétköznapi kommunikációba, tehát mintha komolyabban kezdeni venni mondjuk akár a kormányzat, vannak egy-egy pártok, talán aki most éppen nevet is váltott, hogy ez talán újra előjön. Egykoron volt ugye ilyen zöld témával foglalkozó miniszter, de az utóbbi időben ez úgy valahogy a perifériára került. Ha ma akarunk ezzel foglalkozni, tehát hogy most nem tudok máshogyan fogalmazni, csak úgy, hogy, tehát, hogy ne nyúlják le ezt a témát
politika, meg nem tudom én kicsoda, hanem ez tényleg ez mindannyiunknak a közös ügye. Hát egyrészt egy nagyon jó hírrel szolgálok, hogy ez a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, ez a parlament által megválasztott tanács. Tehát itt jobbról-balról nem is tudunk erről beszélni, mert a parlamentnek a tanácsa, ez nagyon fontos először. A másik pedig, hogy az egyén, illetve a kisebb közösség, vagy egy-egy szervezet, egy vállalat külön célokat tud kitűzni, és nagyon érdekes beszélgetéseket szoktunk, workshopokat, műhelyeket ezzel kapcsolatosan, hogy például egy nagyobb vállalat, egy 300 fős vagy egy 30 fős kisebb magyar tulajdonú, melyik célt találja a fenntartható fejlődési célok között közel saját magához. Tehát melyik az a 17 célból, amire fókuszál a következő időszakban, vagy akár ebben az évben. Persze az első kérdés, ugye, hogy melyek ezek a célok. Ez nagyon fontos lenne, hogyha ezeket tényleg egy-egy szervezet átgondolná. Ebben. De mondjuk önök tudnak segíteni? Mert természetesen. Ha megmondom őszintén, most hirtelen kéne gondolkodnom, akkor nem biztos, hogy tudnék mondani. Maximum az, hogy ne legyen annyi a vízfogyasztás, de azt hogy lehet ellenőrizni? Ja, hogyha mondjuk olyan eszközöket szerelünk be, hát az már megint kiadással jár, szóval ez nagyon nehéz, de akkor ezek szerint, hogyha valaki önöket megkeresi, akkor abszolút tudnak személyre szabottan segíteni. Így van, egy kis friss vizet kortyolok is rögtön. Nyugodtan, mert hogy... Mert a fenntartható fejlődési célok között több van, amelyik a vízzel foglalkozik, és a vízhez köthető, és ugye tavaly volt itt a harmadik Water Summit, tehát a vízvilág találkozó, és nagyon fontos például az is, hogy ha már mondta, hogy gyors éttermek, hadd kanyarodjak vissza. Igen, nagyon, nagyon érdekes, hogy az ember egy pohár vizet fogyaszt, vagy utána valahol egy jó pohár bort, de van például saját pohár program. Hogy na, valami kézzelfoghatót is mondjunk. Erre figyelem. Tehát, hogy akkor azt jelenti, hogy akár a gyors étteremben saját bögrénket is használhatnánk? Azt nem. Hát nem is feltétlenül kell ott fogyasztani. De van, igen. Tehát én már kaptam ajándékba saját poharat, azt tudom vinni, és most ide nem hoztam, mert gondoltam, mennyire hogy... jó lett volna pedig. Legközelebb, ha jön, akkor nyugodtan lehet hozni, mert jó, akkor ezzel megvan oldva egy mosogatás. Tehát... Hát, mosogatok én. Hát, hogyha a meghívás lesz, akkor én örömmel el fogom hozni. Nem reklám tárgy egyébként, úgyhogy de örömmel hogy, megmutatom. De hogy igen, tehát abszolút értem, és akkor mindig az ember próbál úgy fogalmazni, hogy ne legyen reklám, meg ne, de hát, hogy miért nem lehet ennek reklámot csinálni? Tehát, hogy miért nem, tehát pont az lenne a lényege, hogy most már talán itt elég volt a nagyon politikai korrekt megfogalmazásokból is kimondani a lényeget, tehát hogyha ezen az úton megyünk, akkor tuti biztos, hogy szakadékba esünk. Én igyekeztem az elején kimondani a kimondhatatlant, hogy fenntarthatatlan az, ahogyan élünk. Tehát ez egy, lehet, hogy közhely most már, de hát szerkesztő is mondta, ugye, hogy minden évben közelebb kerül az az időpont, amikor tulajdonképpen azt, amit a világ ad, a természet ad, azt felhasználjuk erre az évre vonatkozóan. Tehát tulajdonképpen nagyon izgalmas az egyik ilyen reklám, akkor hadd mondjak egy reklámot, hogy a természet rád vár, és ott van egy olyan eszköz, amit, vagy ruházat, amit szoktunk vinni mondjuk az erdőbe, ha az a természet. És most éppen ezen gondolkodom, hogy ez egy kérdőjel. Tehát ahogyan én élek, ahogyan élünk, vajon a természet ránk vár-e? Uh-huh. Kicsit megfordítom a kérdést, és ennek kapcsán, hogyha nem is rögtön tanulmányozzuk mind a 17 célt, de ha csak ezen gondolkodunk, hogy az az életforma, az a gyors éttermi látogatás, vagy bármi más, az feltétlenül olyan viselkedés, magatartás, olyan terhelése a környezetnek, ami miatt azt mondaná a természet, hogy igen, önre várunk. És fölkiáltó jellel. Nagyon szépen köszönöm, hol tudjuk önöket elérni, a nézők hol tudják önöket elérni, hogyha tényleg segítségre van szükség, és segítséget akarnak igénybe venni? Nagyon egyszerű, Mind Made Inspiration.
ezt kell beírni az interneten, de itt hagyok majd egy közvetlen elérhetőséget. Igen, és talán a közönségszolgálat talán egy könnyebben meg fogja tudni kapni. És a mottónk pedig jövőtudatos gondolkodás, teljesen egyetértve és elfogadva a ENSZ 17 célját, a fenntartható fejlődésért, illetve a magyar parlament által elfogadott nemzeti fenntartható keresztratégiát. Hát a stratégiáról is talán jó lenne beszélni, meg sok minden másról, de szerintem erre még sort fogunk keríteni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.